csoda föld kerekén, ahová kalandvágyó kutyaként. Ezer egy amerikai. Érkeztem nagy reményekkel, szívemben bizakodással. Magyar hangok. Sesták Szabolcs, Bartuc Attila, Szalai Csongor, Kardos Gábor, Zsigmond Tamara, Imre István. Magyar szöveg Latorre Ágnes, hangmérnök Hollósi Péter, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Varga T. József. A szinkront a Masterfilm Kft. Készítette. Zenéjét szerezte Jordi Donkus. Írta és rendezte Claudio Bien Boyd. A sorozat Amerika felfedezésének 500. évfordulójára készült. Napkeleti vándorok. A Valdívia kultúra. Szervusz, kislány! Ó, de csinos vagy! Nem volna kedves sétálni egyet? Jaj, ne kéresd magad! Olyan szép időnk van! Gyere már! Na, gyere szépen! Nem megyek sehová! Ne zaklasson, kérem! Jaj, mi ez? Földrengés van talán! Jaj, 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 segítség! Jaj, valaki rázza a fát! Engedd el, te sirkefogó! Ezt még megtesen ülök! Látod? Hiába próbálkozol, úgysem tudsz engem elkapni. Na mi van? Lemaradtál? Gyere, kapj el! Gyere, kapj el, ha tudsz, gyere! Hát titeket meg mi lehet? Jaj! Még jó, hogy sikerült elkapnom, és nem törött össze. Anyukám úgy szereti ezt a kis szobrocskát. Szerintem nem valami szép, de anyukám egyszer azt mondta, hogy sok száz évvel ezelőtt ugyanilyen figurákat készítettek a messzi Japánban. És ha az anyukám mondja, bár most, hogy jobban megnézem, valami hasonlót láttam odafenn a padláson a nagypapa ládájában is. De hát ez nem lehet. A nagypapa ládájában csak Amerikából származó holmik vannak, ez a szobrocska pedig Japánban készült. Talán az volna a legokosabb, ha utána néznénk a rejtélynek. Gyere! Oh. De hiszen ezek szakasztott egyformák. Bárki megesküdne rá, hogy ugyanattól a kéztől származnak, és ugyanabban a korszakban készítették őket, de mit mond erről a nagypapa könyve? Itt van! Lássuk csak! A valdíviai kultúra. A Valdívia kultúra Krisztus előtt 3200 és 1800 között alakult ki a mai Ecuador déli részén. Dél-Amerikában ez volt az egyik első olyan ősi társadalom, amelynek tagjai falvakat építettek és tartósan letelepedtek bennük. Egyes falvakban, amelyekben hamarosan már 2000-nél is több ember élt, nem csak rituális kegyhelyekre, hanem piramisszerű építményekre is bukkanhatunk. A száraz éghajlat miatt ma már csak sivatagos, vagy legalábbis félsivatagos területeket találunk ezen a vidéken, de régen dús volt a növényzet, mert jóval gyakrabban esett az eső. A tengerparton és a folyók mellett található termékeny földeken halászással és földműveléssel foglalkozó népek telepedtek le.
A folyók mentén haladva ezek a népek lassacskán meghódították a belső területeket, tovább terjesztve életmódjukat és tudásukat. A Valdívia kultúra kerámiái feltűnő hasonlóságot mutatnak a régi japán kerámiákkal, ezért okkal feltételezhetjük, hogy a japánok már több ezer évvel ezelőtt eljutottak a mai Ekvádor partvidékére. Ki vagy te, vöröshajú kisfiú? Krisznek hívnak, ő pedig a kutyám Lon. Jól van, hadd nézzelek. Na hát, egy sárga szőrű kutya, sosem láttam ilyet. Milyen kedves és barátságos. Abban biztos lehetsz, nincs is nála barátságosabb kutyus, csak hát egy kicsit szeleburdi. Hát ez nem kétséges. Az én nevem Nymphu, és tudod, miért hívnak így? Mert valahányszor kiveszem az edényeket a kemencéből, csupa hamu leszek. Jaj, de Muris! Szóval a neved azt jelenti hamu? Képzeld el, az én országomban van egy mese egy kislányról, aki éppen olyan, mint te. A neve is hasonló, hamupipőkének hívják. Tényleg? Ó, persze, már tudom, hogy a különböző országokban nagyon gyakran hasonló dolgokkal találkozunk. A tengerről jött emberek azt mesélik, hogy az ő szokásaik nem sokban különböznek a mi hagyományainktól. És az agyagedényeik is hasonlítanak azokra, amiket mi csinálunk. Á, értem, biztos a japánokról beszélsz. Nem értem, mit jelent az, hogy japán. Mi nem így hívjuk őket, hanem azt mondjuk rájuk, hogy ők a lenyugvó nap országának népe. Hiszen az a föld, ahol ők laknak, messze van innen. Valahol arra, ahol a nap lemegy. Ez nagyon vicces, nálunk pont fordítva áll a dolog. Mi úgy hívjuk Japánt, hogy a felkelő nap országa. Megyek, kiégetem ezt a figurát. Ha akarjátok, szívesen megmutatom, hogy csinálom. Köszönjük. Lon, gyere! De hát ez nem is igazi kemence. Miért? Szerinted milyen egy kemence? Hát ez olyan, mint egy kis barlangocska. Tüzet gyújtanak benne, és egy-kettőre megsütik mondjuk a cipókat. Abból, amit mondasz, úgy tűnik, a kemence jó dolog. A külföldiek mindig tanítanak nekünk valami hasznosat. A lenyugvó nap országának népe adta a legtöbb jó tanácsot. Sose lehetünk nekik elég hálásak. És azok az emberek, a lenyugvó nap országának népe, itt maradtak veletek, vagy visszamentek a hazájukba? Nem tudtak hazamenni, mert az országuk túl messze van innen. Azóta itt élnek köztünk. Nagyon okosak és kedvesek. Ha akarod, elvezetlek hozzájuk. Már alig várom, hogy megismerjem őket. Hát akkor induljunk. Itt laknak a közelben. Gyerünk! Szervusz, Szónó. Szervusz, Nymphu. Ki ez a vöröshajú kisfiú és ez a furcsa jószág, akinek sárga szőre van? A kisfiút Krisznek hívják, a kutyáját Lonnak. Szervusz, Nymphu azért hozott ide, hogy összeismertessem veled. Igen, igen, látom, az egy halászháló, de próbálj meg rendesen viselkedni. Bizony, ez egy halászháló, nagyon okos kutya vagy. A barátom szeretne többet tudni arról a nagy útról, amit a tengervizein tettetek meg idáig. Igen, régóta érkeztetek? Én már itt születtem, sőt az apám is, de a nagyapám egyike volt azoknak, akik átszelték a tengert, és nagyon sokszor elmesélte a kalandjait. Minden szavára emlékszem. Jaj, de jó, és nekem is elmeséled azt a történetet? Nem bánom, üljetek le szépen, és már is elmondom nektek úgy, ahogy azt a nagyapámtól hallottam. Nem tart sokáig. Most már kíváncsi vagyok. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor a nagyapám még fiatal legény volt, a falujában néhány halász elhatározta, hogy elköltözik az országuk közelében lévő egyik szigetre. 20 csónakkal indultak útnak, és magukkal vittek mindent, ami a letelepedéshez szükséges lehetett. Csak néhány naposra tervezték az utat, és már alig várták, hogy végre megérkezzenek az új hazájukba. Thank you.
Vigyázzatok magatokra! Ács és utam! Jó, az Istenek fogjanak! Vigyázzatok magatokra! Harmadik napon fekete felhők borították el az eget. Szörnyű vihar készülődött. A férfiak minden erejüket beleadták az evezésbe, hogy megmeneküljenek a fenyegető veszélytől. Végül óriási erőfeszítések árán sikerült eltávolodniuk a vihar felhőktől, és újra kisütött a nap. De annyira elfáradtak, hogy már nem tudtak tovább evezni. A végsőkig kimerült evezősöket az asszonyok ápolták. Igyekeztek lelket önteni beléjük. De délután már újra ott tornyosultak felettük a felhők. Aztán pedig kitört a vihar, de olyan erővel, mintha maga a tengeristen akarta volna elveszejteni a nagyapámat és a társait. Magatokat a csónakokhoz! Jó erősen! Segítség! Egész nap és egész álló éjjel folytatódott a vihar. Másnap reggelre a csónakok fele odaveszett, és azok, akik életben maradtak, nem tudták, hova kerültek. A férfiaknak nem volt erejük evezni, az asszonyok hiába is próbálták volna biztatni őket, és a vihar elültével olyan forrón tűzött rájuk a nap, hogy az utolsó reményük is veszni látszott. De a bátor utazók elszántsága végül is győzedelmeskedett, és nem sokára ismét evezőt fogtak. Most már a szél és a tenger áramlatok is segítették őket. És akkor meglátták a földet. Nézzétek, ott van a sziget! Hurrá! No persze nem pontosan erre a helyre érkeztek, de a partvonalát követve csak hamar találkoztak az itt élő emberekkel, akik megengedték nekik, hogy letelepedjenek és megműveljék a földeket. A nagyapám megtanította az ittenieknek, amit az őseitől tanult, és ők is megosztották vele a saját ismereteiket. Így mind a két nép számára jól végződött a történet. És nem is jutott eszükbe, hogy visszatérjenek a saját országukba? Sajnos nem tehették meg. Ahhoz ugyanis, hogy nyugat felé hajózzanak, egy nyugati irányú áramlattal kellett volna haladniuk, de ilyen nem létezik.
tehát kénytelenek voltak itt maradni. De ha egyszer úgyis a jobb élet reményében indultak el, hol találhattak volna kedvezőbb helyet, mint ez? Szónó nagyapjától tanultuk a fazekasságot, a kerámia művészetet, de még a hajózást is. Nénfú, megnézhetem, milyen csónakjaitok vannak? Persze. Gyere csak velem, én szíves örömest megmutatom. Sajnos én nem tarthatok veletek, még nagyon sok edényt kell készítenem, de talán egyszer még találkozunk. Szevasztok! Menj csak, szervusz, nénfú! Szevasztok! Szia, nénfú! Gyertek! Az edényeken kívül nagyon sok agyagfigurát is látni, mire való? Az isteneknek ajánljuk fel őket, hogy bőtermést és sok halat adjanak, így mindig gondoskodnak rólunk. Bőtermést? De hisz itt nincsenek is mezők. Nem értelek. Mik azok a mezők? Azok a földek, amiket megművelnek. Mi a folyópartra ültetjük a kukoricát? Hallod ezt, Lón? Itt nincsenek mezők. Ezzel a csónakkal járok halászni. Éppen olyan, mint a nagyapámé. És mikor mész legközelebb? Most mindjárt, amint megérkeznek a barátaim. Bemutatom Kriszt és a kutyáját, Lont. Azért hoztam el őket, mert szeretnének velünk halászni. Jól van. Nagyon jó, hogy velünk jönnek. A tenger, ugye, Szónok? Igen. Szónó, milyen anyagból vannak ezek a horgok? Kagylóból készítjük, nagyon erősek ám. Nincsenek is fémhorgaitok? Fémhorog? Hát az meg mi fánterem? Nem tudom elmagyarázni, van egy olyan érzésem, hogy ti még azt nem ismeritek. Jó pofa gyerek vagy te, Krisz, néha egészen furcsákat mondasz. Mindjárt forogra akad valami. Errefelé sok a hal. Tudom. Paluni jól sejtette, már meg is fogtunk egyet. Segíts kihúzni, Krisz! Igen. Húzd még! Ez az! Elengedj! Így! Segítség, ott egy cápa! Van a cápa. Eltűnt. Oh!
szörnyű álom volt. Hú, ha tudnád, milyen borzalmas volt, de te egy pillanatra se hagytál cserben. Jobb lesz, ha ezt a szobrocskát örökre visszatesszük a nagypapa bőröngyébe. A következő részben Krisz és Lon egy titokzatos városba, Chavinba látogatnak el, ahol Krisztus előtt 1500 és 500 között egy lenyűgöző kultúra virágzott. Bejutnak a föld alatti víztárolóba, és megfejtik a jaguár üvöltésének titkát. Tartsatok velünk!